A Komáromi Város Marketing Kft. valamennyi munkatársa nevében köszöntöm Komárom Facebook oldalának nézőit, azon belül is a Zöld Komárom csoport követőit. A Bazsa Rózsa jelentkezünk, mellettem hoz a Zsófi, és a témánk pedig a szobai futóka. Hogyan kell a szobai futókát gondoznunk? Ő az egyik legkönnyebben kezelhető növény, úgyhogy kezdő növénytartóknak is szívesen ajánlom általában heti egyszer kell locsolni, de meg kell várni, hogy picit kiszáradjon a földje, úgyhogy tök jól jelzi, hogy ő már szomjas és vízre van szüksége. A szobán belül hol helyezzük el a futókát? Félárnyékos napos helyen is jól el van. Félárnyékban annyi történik vele, hogy egy picit kevésbé lesz márványos a levele, inkább egyszínű zöldé válik a levele, de ott is jól érzi magát, illetve napfényes helyen is. Mekkorára nő, meg ők, amik itt láthatóak, ők még kicsik, fiatalok? Igen, igen, ők még kisebbek. Ők, ahogy a nevében is benne van, ő egy futónövény, úgyhogy egy szép, hosszú ágathoz lehet futtatni ö, akár kis tartórúdra, vagy függönykarnisra, lógatni is lehet, illetve nagyon könnyű vágni, úgyhogy ha túl nagyra nő, az sem okoz problémát, és hozza a kis ö, hajtásait és kis gyökereit, úgyhogy könnyű szaporítani is. Milyen gyakran kell átültetni? Nagyságrendileg évente egyszer, nem túl igényes uh, ilyen szempontból, úgyhogy nem kell túl gyakran ültetni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, arra körném önöket, hogy kövessenek bennünket Facebookon, jelen YouTube-on, Instagramon, TikTokon, Spotify-on, Soundcloud-on és Pinteresten is.